Itt a deltaizom, és ide kell beadnom a deltába. Folyamatosan adják a koronavírus elleni oltásokat az EGRI kórházban. 50%-kal kellett növelni a COVID-betegek ellátására használható ágyak számát az egészségügyi intézményben. Jelenleg körülbelül 200 koronavírusos beteget ápolnak a Hevesi megyeszékhelyi kórházában. Az orvosok és az oltásra jelentkezők is arra biztatnak mindenkit, hogy ha még nem tették, kérjék a vakcinát. Van egy magas vérnyomásom, van egy arteriás elzáródásom, és itt vagyok a második oltás után, és semmi bajom nincs. Tessék elmenni és oltatni. Továbbra is prioritás sokaknál, hogy önmagukon kívül a családjukat is megvédjék az egyre agresszívebb gamma delta vírus variánsok ellen. Környezetemben sajnos nagyon sok haláleset volt, betegség, és úgy gondoltam, hogy ha már ez megadatott az emberiségnek, akkor használjuk ki ezt a lehetőséget. Én már most a harmadik oltásomat kaptam meg. Az első kettőnél sem volt semmi problémám, tehát minden működött. Azoknál viszont komoly szövődmények alakulhatnak ki, akik vakcina hiányában elkapják a koronavírust. Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató elmondta, drasztikusan emelkedik a betegek száma az EGRI és megyei egészségügyi intézmények COVID osztályain, de szerencsére az oltóponton is egyre nagyobb sorok kígyóznak, hiszen sokan szeretnék elkerülni a súlyos megbetegedést és az esetleges kórházba kerülést. A kórházba került betegek között látjuk, hogy nagyobb arányban kerülnek be az oltatlanok, az pedig különösen érvényes, hogy súlyos állapotban lélegeztetőgépre oltottak ritkán kerülnek. Az orvosigazgató elmondta azt is, ugyan még nagyon részlegesen, de bizonyos elektív műtétek elhalasztásáról döntöttek kedden az EGRI kórházban, hiszen amíg csak napi 30-40 koronavírusos beteget kellett ellátni, addig könnyedén megoldotta ezt a szakszemélyzet. A mostani 200-as számhoz viszont már más területekről kell átcsoportosítani az ellátást végzőket.